Ámen népek, ismét itt vagyunk Modenában. Ugye az előző részben körülbelül szájborúgtunk mindenkit. Aki egy kicsit is ellenszegült, úgyhogy folytassuk. Egy itt közön csekkolgattam a felkelések lehetőségeit. És arra jutottam, hogy kell még nekem hajó. Ha tényleg Tlemcen fölládad, vagy a Tlemceniek, úgymond. Itt, akkor ellen tudjunk állni, vagy le tudjuk verni őket. Kell megtartom a pontokat a military technology-re, mert kezdek nagyon lemaradni. Kérdés, hogy... Ignorant Monarch, Tyrant Overlord, miért vagyok zsarnok? Mindegy. Integrálni. Hát az. Odébb van. Jóval odébb van. Plusz nekem még össze kell szednem 16, meg 22, 28 tartományt valahonnan. De nem lesz az egyszerű menet. Főleg, hogy eddig nem is nagyon merek belefogni semmi hódításba, amíg... Elfogadnak a szövetségemet. Franciák. Jó, rajtuk tartom a szememet. Ugye egyelőre Akvitániát akarom felszámolni. 18, hát az volt, hogyha még el is foglalom teljes Akvitániát, akkor se lesz elég területem. Úgyhogy valakinek majd még neki kell menni mondjuk Egyiptomnak, és akkor utána el tudom szép lassan integrálni Franciaországot. Remélhetőleg. Kolóniák. El tudtam volna egy state-et csinálni, csak eltűnt. Már nem a state, hanem az opció. Claimed by Modena, claimed by Aquitaine. Hát... valószínűleg úgyis az enyém lesz. Itt közben észrevettem, hogy itt van valami japán gyarmat Kaliforniában. Meg ez is japán gyarmat. Egy Ashikaga shogunátus, vagy a franc van itt. Senki nem tudja. Mindegy, hogy foglalkozzunk a saját ügyeinkkel. Elég lesz csak a hadsereget megreformálni. Jó. Ezzel már tartoztuk magunknak ezzel a fejlesztéssel egy ideje. Jó, ha 150 hajom lehet, akkor bőven nem vagyok túl a force limiten. Akkor ide is toborzunk még egy néhányat. Jó. Amennyi szükséges. Nem tudom, mire várnak a felkelők. Már szívesen szájborúgnék valakit. Ez nem olyan egyszerű. Ezek szerint. Vars Konstantinopol. Verence. Genova. Aha. Oda
oda küldünk egy... nem, oda. Akkor mi nem tudok ide külön embert küldeni. Hát ezek még már messze vannak. Ez nincs senki. Ez úgy Genovába futnak be, akkor transfer trade power, jó. Jó. Oké, mindenki megkap mindent. Truce, itt Modena ends, aki 2,5 év múlva lejár az Aquitániával kötött fegyverszünet, hát addig szépen felkészülünk. Ó, és na, csökkennek a felkelések esélyei, ennek örülök. Betoljunk egy ilyet, Siege Ability megnő, az fontos. Ez nagyon fontos, nem szeretem amúgy túl sokáig húzni az ostromokat. Ezt pedig megvárjuk szépen, nem költjük el ideára. Na. Jó. És akkor építsünk is. Akkor úristen, Stock Exchange. Csak a szokásos helyekre építjük először. Ugye nem lehet elég gazdagnak lenni. Soha. Mindig lehet új hasznokat fölözni. Be tudok fektetni, ha jól láttam a... ja, be tudok fektetni. Francia helyekre is. Hát gondolom, mivel personál unióban vagyunk. Na. Brüsszel is kap ennyit. Na is építünk. Hát hova lehetne még... hol éri meg, itt van valami plusz 7-es. Meg Badenbe is. Oda is. Nem tudom. Talán ide. Még ide. Ó, 20, 22, na, oda, bizony. Hát ez a kettő is kap még egyet, ennyit. Korzika, széna. Most ugye van pénz, most lehet költeni. Oké, az új világ van. Miami. Zui. Marajo. Itt pedig Rio de... mi? Rio de... Rio de la Plata, vagy mi a halál. Counting House. Kapnak egyet. Oda. Ugye a Panol csatornától mindig viszonylag messze vagyunk, úgyhogy azért szórom ilyen lelkesen az épületeket. Mert most lehet. Még 10-11 ezer aranyat már előttünk. Nem rossz. Jó, katedrális. Az oda, a mapámba. Oda. Úgy. Tényleg ez a Counting House, nem is építettem ide, ja. Az kell, először ezeket. Ja, ennyi építkezés elég lesz, egy időre. Aztán építek meg manufaktúrákat is. Francia, attacking the Papal State. Hát, és Franciaország megtámadná a pápai államot. Ez nem lenne jó.
Jó. Kicsit beszóltáltuk a másik Franciaországot. Mondom a miénk. Na basszus, korrupció. Abban a pillanatban kipurgáljuk, hogy megjelent. Ilyen hülyeségekre nincs szükségem. Mint korrupció. Több bizánc mennyire akar majd kekeckedni velem. Hoppá, az ott még pápai állam. Foglalgatja Franciaország területeit. Milyen meglepő. Ok, ok, ok. De drasztikusan növekszik a bevételem, te jó ég. Tudom, legyen ő, és akkor előléptetjük ennyi a... Improved relations. Ez jól jön. Franciaországgal ugye jóban vagyunk. Még nem nincs 50 éve, hogy personál unió van. 1729 előtt ugye nem lehetséges, hogy integráljon, ugye addig nem is nagyon nincs mire nagyon veszem, mert el kéne foglalni még néhány tucat területet, kettő tucatot konkrétan. Úgyhogy ez még odé van bőven. Military support. Military support. Acted clergy. Administrative support. Yes, jó. És akkor ugye azt mondtam, hogy elkezdem hogy a manufaktúrákat is építeni. Kérdés, hogy hová éri meg. Ide mondjuk, ide is. Ide. Itt már van mindenféle. Itáliában. Hát franciák, nem tudom, hogy hol lenne érdemes befektetni. Hát mondjuk oda. Kicsit kiégeti a retinámat ez a sok szám. Építünk egyet oda, de ott ugye lehet, hogy a furnace-t kellett volna majd építeni, na mindegy. Igen, ott ugye ott egy elég erős trade mód van. De majd izét kéne. És mindjárt elfogy a pénzem, basszus. Nem figyelek. 82, 80 is. Hát nem baj, ez most egy ilyen elég jó kis gazdasági reformos évtized. Nem sajnáljuk belevenni a pénzt a nagyobb bevételszerzés reményében. Na jó, nyomjuk. Hát építek egy pár dolgot. Ez biztos. Jó része egy ilyen 6 év múlva lesz kész. Inkább 5. Meg
Jó. A basszus. Derültékből stabilitás vesztés. Mennyire tudjuk gazdaságilag kizsigerelni a régiót. De minden jobban. Jó, most már jöhetnek a telepesek. El van takarítva minden. Százan mindig régióban. Új Modena terjeszkedik észak felé, helyes. Bizáncok masszív felkelései vannak Mexikóban. Helyes. És ha jól látom, akkor ugye véget értek ezek a lázadósos lázadósos évek. Az nem tudom, hogy nem tudnám value, sort by value. Hát Velence rohadtul nem a legértékesebb. Sajnos. Na mindegy. Ez a küldetés száll el akkor maximum, nem tudok lenni, amit kezdeni. Mi történik? Revolution. Franciaországgal háborúznak? Akkor ebben én is beszállok. Már itt nem a mi Franciaországunkkal, hanem a másik Franciaországgal. Imperializmus. Mindig gyorsan el kell foglalni. Adjon meg Franciaország. Húzzatok innen, ez az enyém. Az ország. Szerintem még ért, velük is meg kell majd küzdeni érte. Jól meghalt egy advisor. És nagyon sok bevételem van meg, lehet, hogy megérné egy vele próbálkozni. Jó. Szerencsétlen felkelőknek meg csak ilyen muskétáik, mármint ilyen kovás puskáik vannak. Bezzeg nekem. Gibraltári szorozsa. Jó. Jöjjünk át.
Ez is szemlet. Körülményes, na mindegy. Az lenne, hogy az egészet tudnám most egyszerre annektálni. Lennék sokkal előrébb. Hát én de sokkal előrébb lennék, de utána akkor muszáj lenne ezzel a Franciaországgal megütközni. Ó, hogy itt meg nem foglaltunk mindent. Tűnt föl. Akvitániával. A Massans, ez melyik? Ez a Züd. Ja. Egy sereget ne küldök. Nem fognak a franciák egy büdös területet kapni. Most megmondom. Ennyire délen még nem jártunk Afrikában. Sőt. De párszor már átjöttem Afrikába. Itt meg már Shanghai van. Van még valami? Még itt van valami. Szigetek. Szigetcsoportocskák. Gyerünk ide. Ez jó. Ez jó jött. Tradeckers. Military Power-t is nyomjuk. Tudnánk mortárt fejleszteni. Embracerünk. Jó. Kiváló. Hát ezt nem tudom, hogy gondoltak komolyan ez a flotta. Ide jövök, elfoglalom, jó. Újra megütközünk, legyőztem mindet, na. Nem tudom őket humiliate-elni, mert gondolom nem riválisok. Jó. Csupán ennyit kértünk a Massanstól a békéért. Semmi területi veszteség, semmi hasonló. Egyszerűen csak takarítottuk az útba. És már érdekel, hogy ez a Kulandave. Ah, Kongo, hát mondjuk. Hát ja, Angola per Kongo, vagy mai Angola per Kongo területe. Nagyjába. Hát akkor békézzünk. Kérem ezt. Egyébként valami olyat válaszok, ami franciák. Mert a franciák kapnak meg véletlenül. Modena. Basszus. Koalíció, akkor utána nem érdekel, amíg csak az koalíciózik. Úgyse fognak már létezni túl sokáig. Jó. Abban már nem mennek bele. De mondjuk már ebbe se. Basszus. Most komolyan le kell vinnem Afrikába is hadsereget? Aj, nem akarok. Aj, Isten, a Kongo. Köszönöm. Mennyit tudok itt szállítani 47 ezer embert? És elintézzük azokat is.
nem érdekel, ennyire több embert akarok elcsatlizni. Csak ugye az a baj, hogy a franciák a másik franciák foglalták el ugye a fővárost, az Aquitáni fővárost. Így nem nagyon tudok instant győzelmet aratni. Kétszáz aranyat súroljuk lassan alulra, ami a bevételeket illeti. Verjük a lázadókat, aztán átveszik az ostromot. Jó. Hát igazából itt azt csinálok, amit akarok. Az a helyzet. Kuba, itt is van egy Kuba, csak K-val. Aj, de jó. Gondolnak ilyenkor felkelők. Nem értem őket. Bemba. Legyőztük a felkelőket. Hoppá, nem. Azt hittem már elfoglalták. Nem akarok afrikai kolóniát, főleg úgy, hogy nincs is kiállásom a tengerre. Sue for peace. Nem is tudnék elvenni tőlük ugye semmit. Hát... annyit kérek, hogy Aquitániával szakítsák meg a kapcsolataikat. Többi nem érdekel. Fizessenek valami jelképes összeget. Aztán kész. Közben nyomorult felkelők lették el Spanyolországot. Vagy hát mi az a Spanyolország ugye, mert itt nem nagyon létezik olyan. Nem is létezett. Jó. Gyerünk vissza. Kell tartanom a háborút. Kell az összes terület, nem engedhetek semmi kedvezményt a felkelőknek. Jó, még ide. És akkor 100%. Oké, kolóniákon, hát ott is nagyjából 100%. Azt csinálok velük, amit akarok most már. Franciaország is bekoalíciózza, ez a Franciaország, de hát ez kitizgat. Őszintén. Szerintem senkit. Na, fizetni már nem fizetnek. 86-ot. Csak megint elszúrtam. Sikerült akkor kibékéznem velük, amikor sem ennyi.
akkor semennyi izény nincsen. Administrative power-em. Uha, Colonial Assembly. Ajaj. Hát igen. Kicsit elszámoltam magam. De most nem spórolunk. Yearly Prestige, Production Efficiency. National Unrest, ők kell most. És nem tudjuk fel. Basszus, miért nem? Szerintem el. Croatian-t miért nem tudom? A horvát területeknek kell némi development. Itt már görög, Italian, Croatian. Akkor ezeknek kell 20 development összesen, jó? Most már el tudom fogadni, úgy van. És most már tudom is promotolni a szakemberünket. Jó. Közben nyomunk egyet. Upgrade government rank. Most már birodalom vagyunk, hivatalosan is. Ez már kijárt egy ideje. Azt hiszem, túl magas a korrupció. Csökkenteni kell, csökkenteni kell. Jó. Kórozni kell kegyet nagyon. Nagy Isten, minden legitimáció, prestízs, minden csökken. Nagyon készülni kell felkelésekre. Talán... Ja, de nem tudom, hogy nincsenek bekórozva, Isten. Még a Devastation-t ezt fel kellett volna nyomni. Mármint lenyomni kellett volna a Devastation-t, nem fölnyomni. Ajajajajaj, Litvánia szeparat... Mi litvániai szeparatistek? Mi közön van egy ilyen Litvániához? Hol akarnak? Toledóban. Litvániai szeparatisták, az igen, haver. Jó lesz nem aztán igen a játék. Úristen, és a nagy részük az még vissza van. Nosszom meg egy-két felkeléssel, az biztos. Ott is az első. Időben jött meg az erősítés. Jó van, nagyon jó. Tetkes felkelők. Hány ingerem van tőlük. Jó. Oké, ez bele fair diplomatic reputation. Plusz 2, az jó. Az jó a diplomáciai reputáció. Majd közben kórozzunk valami jó nagyot. Meg ezt, jó. Még ilyen alacsonyabb supply limit a devastation miatt. Talán. Nem tudom. Nem sokára meg lesz a kor. Jól le lett nullázva ez a terület.
De most jönnek a bebírja a supply limit. Kell egy debét. Hú, mennyire nincs támogatottsága. Reméljük átmegy hamarosan. Aranybányás terület. Aha, La Mancha. Kor. Még egy. Nem szeretek egyszer ennyi területet elfoglalni. De muszáj volt egyszerűen. Sajnos. Csak egy 48 pontnyi. Jó. Oké, na. Fú. Ezzel már nem kell foglalkozni. Talán, ja, de még kell, mert a state-eket ugye ki kell alakítani. Hát ja, most azért eléggé. Rátapostunk a gázpedára, már a második legnagyobb hatalom vagyok elméletileg. Developmentben Bizánc még előz, de ratingben már bőven fölötte vagyok. Elnézést. Enforce limit modifier, belefér. Olvassuk. Hát igen, most egy új plusz hadsereget fel tudnék állítani. Fel is fogok majd állítani. Akarunk harmadik féllel is még diplomáciai vonaldalmakba keveredni. Miért csökkenem ilyen látványosan a bevételem, az engem érdekelne? Nincs elég parlamenti szék. Jó, majd ha befejeződtek a core construction-ok, akkor én kijelölök egy párat. Ha kell. Igen, ez sem. Ez jó jön. Elméletileg akkor a Franciaországon kisebb lesz a Liberty Desire-e. Ja. Zsír. Konkrétan nulla a Liberty Desire most. Helyes, helyes. A tengeren túliak akarnak valamelyest függetlenedni. Angliát kéne már szájba rúgni egyszer. Nézzük a ratingeket. Bizáncnak még mindig több embere van, mint nekem, viszont Franciaországnak több embere van, mint Bizáncnak. Anglia viszont szerintem elég gyenge. Lehet, hogy tényleg eljön majd az ideje. Akkor kicsit megdugdassuk őket. Most már nincs túl kevés szék a parlamentben, vagy mi van?
Így elkezdek akkor state-eket kijelölni. Egyenőre ennyit, vagy lehet, hogy többet nem is tudok. Kórozza minden. Influence, integrate. Még 12 terület valahonnan. Nem tudom, hogy kit tudnék még megtámadni területért, de Bizáncot kizárta megtámadja. Franciaország. Franciaország legyen. Litvániával szövetséges, hát ezt nem szoktam ilyeneket mondani, de elcsázzuk, mint az állat. Jól látom, Francia Louisiana éppen nincsen a helyzet magaslatán. Lehet, hogy tényleg megfontolandó lenne egy háborúba franciákkal. Imperializmus címszóval megtámadni őket. Ez mit ad? Ja. Province Force War Score Cost. Diplomatic Technology Cost. Discipline. Ó, egy technológiára vagyok a Panama csatornától. Na jó, emberek. Hát azt hiszem kihoztuk ebből a videóból, amit kellett hozni. Nincs is most szövetségesen ugye egyáltalán az a baj, most csak van Franciaország nekem, aztán kész. Ja, szóval kéne egy szövetséges. Dánia, legyen. Azt írja, hogy szövetkező vagyok egy riválisával, de nekem nincs is szövetségesen most. Ugye Franciaország, de az personál unió. Litvánia, de mi ez, hogy vagyok? Pónon, Litvánia, Jeruzsálem, szövetségesen Jeruzsálem. És tényleg, de akkor ezt miért nem látom? De ott van Shanghai és Jeruzsálem, akkor mi más néztem. De akkor nagyon emberek, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hát 10 000 most. Azt hiszem a történelem margójára állítottuk Akvitániát. Megérdemelte. És hát ja, nem tudom, hogy ki jön a következő, nyilván Franciaország lesz, ez most elkerülhetetlen. Szóval ja, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ne hagyjátok ki a következőt sem. Sziasztok!